Bár az esőből nem úgy tűnik, valójában a sivatagban vagyok, ez pedig a világ egyik legszigorúbb határkerítése, amit Izrael épített Cisziordánia határára. A kerítést 2002-ben kezdték építeni, 2005-ben a politikai mellett azonban művészeti jelentőséget is kapott, ide látogatott ugyanis Banksy, a világ egyik legdrágább és legismertebb graffitise, hogy felfújjon néhány stencilt a falra. Mivel Banksy műveket a világban millió dollárokért vásárolnak, érthető, ha egyre többen jöttek el ide, hogy élőben nézzék meg a graffitijeit. Az érdeklődők mellett pedig megjelentek azok a street artosok, akik hasonló környezetben akarták tudni a graffitijeiket. Izgalmas, hogy az egyik legelső Banksy egy helyi cipő- és táskaboltban található. The picture he stay here 2005. 5 years ago here no shop. Banksy who go, yes this wall good, it's okay, okay. And go. And spray 15 minutes and go. Banksy kilétét homály fedi, de a boltos állítólag tudja, hogy néz ki a híres graffit is. 175 meter, 68 kilo, 70 kilo, just. Banksy not face cut here. And family, he come in Canada, he tell me, I give you $1 million for this picture, cut it. Yes. And go in Canada. $1 million, no. Why? No. I love this picture. This for Palestinian. Good. Is it your own? Inshallah. Ez pedig az egyik legismertebb Banksy, ami rengeteg utánnyomásban létezik a világban, de az eredeti itt van Bethlehemben, egy lepukkant autószerelő műhely oldalában. Banksy, it came the first time in 2005 to do the pigeon, the dove. I don't know if you saw it. And there is also other graffiti in 2007 and 2010. Banksy nem csak a helyet, de a stílusát is népszerűvé tette, úgyhogy rengeteg a Banksynek látszó graffiti. De állítólag ez a két angyal itt fölöttem az egyik korai és eredeti munkája. A két angyal a falat próbálja pajszerrel szétfeszíteni. Two angels, they try to open the wall. The idea of this because he's sure this wall maybe one day he will get down. Why this wall was built? The main reason, Israeli story, just to protect Israel from Palestine, the Palestinian fighters after second uprising. The excuse that the Israelis used it, or the government at the time, it's because of the suicide bombings. Yes, you know, the suicide bombings was a mistake. It was not a solution. They built the wall just to say we just want to protect Israel, but it's not, 100% it's not. Just to put more limits on Palestine, and traveling, water, electricity, everything controlled by them now. This is not good. Why? I want to go the family in Jerusalem. No, I want to go in Tel Aviv, swimming. Here all of Palestine, no, swimming just in Tel Aviv. I love. No. Artists use the wall as sending a message to people to understand the situation. A graffiti, a painting, can hit someone better than an article. A big graffiti that's done by the owner of the shop with two Italian artists. They do this one because this girl, she's very famous, and she make like revolution on the media. She's named Ahdi Tamimi because she slapped Israeli soldier and she was in prison 8 months. The artists, they get arrested because they do that graffiti. They can't come back to Palestine and Israel. Banksy 2017-ben emelte új szintre a tevékenységét, amikor egy egész hotelt hozott létre a street artnak. A hotel neve Wold Off Hotel, azaz lefalazott hotel, ablakai pedig a falra nyílnak. A hotel egyszerre szállás és kiállítóhely, ahol néhány hete is újabb alkotásokat avattak fel.
A hotelnek egyébként egészen szürreális hangulata van, az ablakon túl ott a fal, itt bent pedig egy ilyen arisztokratikus hotel látható, nippekkel, zongorával, képekkel, és csak akkor esik le, hogy itt valami többről van szó, hogyha egyenként megnézzük a tárgyakat. Itt van például ez a két hal akváriumban, elválasztva egymástól. Vagy itt van ez az elsőre klasszikusnak tűnő mellszobor, arcmaszkban, a boa közülötte pedig valójában könnygázgránát. Banksy a szállodájával szemben készítette ezt a műalkotást, ó, bocsánat felirattal és az angol korona képével, jelezve, hogy a kritikája nem az izraeliek ellen irányul, hanem az egykori angol gyarmatosítók ellen, akiknek a felelőtlen döntései okozták ezt a mai lehetetlen helyzetet. I think people didn't believe in the beginning that, you know, Israel will do such a thing. When the wall was built, I think that's what they realized, that if you let it happen, it's gone. Because then it will be difficult for both sides to communicate. Egyébként, ha Banksy világpiaci árait nézzük, akkor csak ezen a falon több száz millió forint értékű műalkotás található. A globális kapitalizmus szabályai szerint, ha valami miatt lebontják a falat, akkor az az lesz, hogy a gyűjtők megvásárolhassák és hazavihessék a darabjait.